itt nekem van egy aktív adatcserém és egy visszajelzésem az állomásról, hogy tulajdonképpen mi az aktuális státusza, hol tartok, én innen indítom el a rendszeremet, ide van egy visszajelzésem, hogy mit csinálok folyamatosan, ez egy állandó információs adatcserém van a gyártósorra. Így néznek ki a Nyíregyházára érkezett gyártásszimulációs robotok a Szakképzési Centrum digitális alkotó műhelyében. Az átadó ünnepségen a szakemberek egy kocka összerakásával mutatták be, hogyan fogják a jövő szakemberei gyakorolni a gyártási folyamatok irányítását. Ez egy olyan tanulási eszköz, amivel ha majd kikerülünk a piacra, vagy a diákok kikerülnek a piacra, akkor már nem kell nekik bemutatni ezeknek az eszközöknek a működését. Pontosan tudják majd, hogy hogyan kell őket üzemeltetni, karbantartani, hiszen majdnem mindegy, hogy hamburger gyártunk, vagy gépjárművet, a gyártási folyamatok mindig ugyanazok. És ezeket tudják ezeken a diákok elsajátítani, csökkentve azzal majd a jövőbeni piaci cégnek a veszteségeit, hiszen nem fognak se lejtet gyártani, nem fognak elrontani a gépet, hiszen pontosan tudják, már a gyakorlatban tudják, hogy ezekkel hogyan és miként kell bánni. Pályár Attila, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, lassan 7 éve dolgoznak azon, hogy egy olyan alkotó diák és oktatói közösség, valamint munkahelyi környezet jöjjön létre, amely országos élvonalba emeli a nyíregyházi szakképzést. Ezért is nagy elismerés, hogy Magyarországon az elsők között kapták meg a gyártásszimulációs eszközöket oktatási célra. Az IKK Innovatív Képzés Támogató Központ projektje hozzávetőlegesen 10,9 milliárd forint támogatási összegből valósult meg, ebből az összegből országszerte 10 darab gyártás szimulációs eszközt helyeznek üzembe. Oktatói képzések már egyrészben megvalósultak, és most jönnek a diákok a képzései, ami igazából központosított formában centrumok égészalatt fognak megvalósulni, több tízezer diák képzése valósulhat meg, hogy lesznek igazából az úttörői ennek a működtetésnek. Vinnai Győző elmondta, az országban több mint 40 szakképzési centrum működik, így valóságos sikertörténet, hogy az országos top 10-be kerülve Nyíregyházán is elkezdődhet a gyártásszimulációs képzés. A szakképzés átalakítása egy átgondolt rendszer alapján 3-4 éve kezdődött el a szakképzés 4.0-val, majd a parlamentben a törvényt, a szakképzési törvényt is ennek megfelelően módosítottuk. Az volt a cél, hogy a gazdaság igényeit is kiszolgálja a szakképzés, és a szakképzés színvonala, a gyakorlatorientált képzés, a szakoktatók, a digitális technika, az innovatív megoldások megjelenjenek a szakképzésben. Ez itt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményeiben valóság. A képviselő hangsúlyozta, az oktatáspolitika és a régió gazdasági fejlesztése együtt képes lehet arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét hosszú távon egy gazdasági erőközponttá tegye. Ezért is fontos, hogy a helyben képzett munkaerő és az ipari parkok munkaadói egymást erősítsék.